Köszöntöm Önöket, Apáti Bence vagyok, a főhős látják, a Hír TV Sztár magazinját. Mai főhősünk a sok pasi után ismét egy nő, akit a rossz nyelvek szerint nevezhetünk cenzornak. Volt MSZMP, majd MSZP funkcionárius, és még pártelnök is. Kormányzati pozíciót soha nem vállalt, de mégis a háttérben királycsinálóként emlegetik. Ő Lendvai Ildikó, akit megosztó személyiségnek neveznek. Nézzük először emlékezetes mondatait. Lesz ez... Lassan mondom, hogy az ország minden választópolgára megértse. Megértse Orbán Viktor is. Nem lesz fogyasztói gázáremelés. Felidézzük ezt is. Amikor például azt mondtam még 2002-ben, hogy nem lesz gázáremelés, elhittem azt, áltattam magam vele, de mégis hazugság lett. De lesz ilyen is. A Szili Katalin jelölése után voltak nyilatkozatok az ellenség padsoraiból is. Ellenzék. Az ellenzék. Életi ellenséget. Ellenséget mondott. Ne. És erről a szép pillanatról sem maradunk le. Lemondok pártelnöki tisztségemről, és az elnökség is felajánlja a lemondását a kongresszusnak. Lendvai Ildikó Debrecenben született 1946-ban, az ELTE-n végzett magyar történelem szakon. 1974-ben lépett be az MSZMP-be, majd a KISZ kulturális osztályán kapott lehetőséget, hogy vezesse a fiatalokat a szocializmus győztes útjára. Már 1984-ben az MSZMP központi bizottságának tudományos, közoktatási és kulturális osztályán dolgozott. Rossz nyelvek szerint ezt a tisztséget simán nevezhetjük cenzornak. Acél György jobb kezeként, alosztályvezetőként dolgozni éveken át, vajon mi mást jelenthetne? De Ildikó oktatott marxista filozófiát és etikát is. Amikor múltjával szembesítették, tagadta, hogy cenzor, sőt a késő Kádárkor főcenzora lett volna, de azt is hozzátette, idézem, én hittem annak a rendszernek az elveiben. Lendvai Ildikó emberként és politikusként az egykori KISZ titkárokat idézi nekem, azokat az agilis karrierista nőket és fiúkat, akiket a 70-es, 80-as években az állampárti kapcsolat repített magasra. Tehát Lendvai Ildikó pontosan ugyanabból az alomból érkezett, igaz egy kicsit korábban a magyar közéletbe, ahonnan Bajnai Gordon, Gyurcsány Ferenc és a többiek is jöttek. Majd jött a rendszerváltás, és a volt komcsi párt funkcionáriusok egy csapásra demokraták lettek, annyira, hogy már ők oktatták ki demokráciából az Antal kormányt. Ildikó az MSZP megalakulásától, azaz 1989-től részt vett az új párt munkájában. 1990-től 2000-ig a párt budapesti elnökségének volt tagja, 1994-től 2000-ig pedig az MSZP budapesti elnöke és az országos elnökség tagja. Hogy ezek a hosszú tisztségek mit akarnak? Nagy kutya volt a pártban, egyre inkább megkerülhetetlenné vált. Nem semmi karrier. Aki ilyet ment az MSZP-ben, annak még 1989 előtt le kellett tennie a névjegyét. Nem mi mondjuk, hallottuk. Lendvainak akkora hatalma volt, hogy befolyásolni akarta a hazai, könnyűzenei élet nagyjait, hogy határolódjanak el azoktól a zenekaroktól, akik megénekelték a rendszer hibáját. Lendvai Ildikó konkrét feladatainak illusztrálásához hoztam egy idézetet. Tudni kell, hogy 1981-ben az úgynevezett tatai rocktanácskozáson, ahol az állampárt már eldöntötte, hogy az úgynevezett rockzenei jelenséget, amely régen túllépett az Illés Omega Metro korszakon, és új irányzatok jelentkeztek, megérkezett a magyar punk, a magyar underground, éltek még a nagy hard rock ősbölények, akik mind kezelhetetlenek voltak a hatalom számára. És 81-ben az úgynevezett tatai rocktanácskozáson a hatalom és a zenészek találkoztak. Ebből semmi nem jó nem sült ki, és ezen a tanácskozáson egy fiatal nő emelkedett szólásra, Lendvai Ildikó, a KISZ KB kulturális osztályának vezetője, és felolvasok néhány mondatot, hogy mit mondott az ott helyet foglaló Bródi Jánosnak, az Omegának, a LGT maradványainak és a többi zenésznek. Azt mondta Lendvai Ildikó.
miközben arról beszél, hogy a fiatal nemzedékkel a rockzenészek, a jelenlévő zenészek értenek egyet. Ti szót értetek velük, és akinek fontos, hogy a tinédzser generációval szót értsen, annak ti is fontosak vagytok. Ha mi nem akarjuk ezeket a gyerekeket elveszíteni, ha nem akarunk végképp egy kommunikációs képtelenség állapotába jutni, akkor nagyon fontos, hogy sok mindent megtanuljunk tőletek, másrészt, hogy felhasználjunk benneteket, mondja a hatalom képviselője, nem is Kertel Lendva Ildikó, majd azt mondja, és ez már nyílt fenyegetés. Amikor a kultúrpolitika figyelmébe ajánlottuk, hogy itt művészetről van szó, amivel művészetként kell bánni, hogy itt olyan értékekről van szó, amihez a megfelelő értékszelekciót és értéktámogatást is ki kell alakítani, akkor ez nem azt jelenti, hogy úgy figyelnek rá, hogy az állam vagy a kultúrpolitika keblére öleli a popzenét. Úgy intézik el, hogy megzsarolják a jelenlévőket, megfenyegetik burkoltan és nyíltan őket, majd besöprik a végeredményként azt, hogy amiben a Kádár rendszer nagyon eredményesen tudott működni, hogy az értelmiség egy része behódol, egy része visszalép, egy része pedig, aki tovább akadékoskodik, mondjuk mint a CPG együttes, a szegedi CPG néhány évvel később, azokat egyszerűen bebörtönzik, még a 80-as években is. Ugorjunk kicsit az időben. Nem, még nem a gázáremelés jön, hanem valami más. Kezdjük talán egy kis nyelvbotlással. Figyeljenek csak! Emlékszik Major Tamás és Sota Irén legendás kabaré jelenet sorozatára? Igen. Abban mindig az volt, hogy azt írta az újság, igen, és ott szegény Lujza iszonyatosan hülye dolgokat mondott. Úgyhogy ezt a szereposztást... Én vagyok a Lujza. Na, így már egy picit jobb. Akkor elmagyarázom, kedves Lujza, hogy az újságíró miért írta ezt, arról persze őt kéne kérdezni, Lujza drágám. Ha visszaemlékszik rá, Szili Katalin jelölése után voltak nyilatkozatok az ellenség pacsoraiból is. Ezért. Az ellenzék. Életi ellenséget. Ellenséget mondott. Kiszivárgott 2002. szeptemberében egy hangfelvétel, amiből az derült ki, hogy Lendva Ildikó és az MSZP támogatja Friderikus Sándor MTV elnöki pályázatát. Mindezt rögzítőre mondta a szocialista politikus. Jó napot kívánok, Sándor, Lendva Ildikó vagyok. Hát azt sem mondta, legegyenesebb, ha megmondom, mert nem akarok plegykát keverni, és neki is mondtam, hogy így a legtisztább, hogy reggel voltam a Nap TV-ben. És ott mondja nekem a Tamás, hogy maga valahonnan, nem tudom, hogy honnan, de úgy értesült, vagy úgy gondolja, hogy én nem a maga TV elnökségét támogatom, hanem a székelyét, vagy nem tudom kiét. Ez egyáltalán nem így van. Nem tudom, hogy miért gondolta ezt, hogyha szerintem én nem mondtam két értelműt, vagy ha igen, akkor mégis elnézést kérek érte. Én változatlanul úgy gondolom, mint egy Biancóba is, még a később összehozott vezetői beszélgetés megelőlegezendő, mert hát azért ismerem én a maga tevékenységét annyira, hogy úgy gondoljam, hogy mi a maga pályázatát támogatjuk elsősoron, tehát ebben az én véleményem nem változott, és ahogy látom, megegyezik a Péterével is, meg bízom benne, és úgy gondolom, hogy másokéval is. Tehát nincs ebben semmi megingás, maga ne aggódjon, vagy legalábbis a mi részünkről, vagy az én részemről egyáltalán ne aggódjon. Az egy másik kérdés, hát erről beszéltünk, hogy jó volna valamilyen, hát hogy mondjam, meg nem támadási szerződést, amit már úgyis megkötöttek, meg esetleg valamilyen laza a későbbi együttműködést, megcsillantó megállapodás félét összehozni a Balóval, és ennyiben talán a Székellyel is, de a mi kívánságunk, vagy kérésünk, ha egyáltalán van erre lehetőség, akkor idáig terjed. Tehát a dolog lényege az, hogy az álláspontom változatlan, és az maga mellett van. Jó? Nem is nagyon akarom kérdezni, hogy ki mondott magának mást, mert talán az illetlenség, de ha mégis úgy gondolja, hogy visszajelez, ezt is örömmel veszem. Itt a kolléganőknek, mert közben, ahogy maga tudja, a maga segítségével intézik a egyeztetési időpontot. Még egyszer elnézést, hogy ilyen elzavarom, de hát azt gondoltam, hogy jobb elvágni egy gubancot, mielőtt esetleg tovább gubancolódik. Viszontlátásra, minden jót és jó angolozást! Majd Lendvai kampányfőnökéről, Csonka Gáborról is kiderültek dolgok. Történt ugyanis, hogy a Hír TV birtokába kerültek olyan bizonyítékok, amelyek alapján kiderült, hogy korrupciós botrányba keveredett, ugyanis két vállalkozótól 5 millió forintnyi kenőpénzt fogadott el, akinek azt ígérte, közben jár abban, hogy kifizetik nekik 50 millió forintos követelésüket.
Csonka Gábor Lendvai Ildikó kampányfőnöke volt a 2002-es választások idején. Jánosi György szocialista választmányi elnök korában tagadta, hogy Csonka tagja lenne a párt vezetésének. A férfi ellen befolyással való üzérkedés miatt nyomozott a rendőrség. Az is kiderült, hogy Csonka Gábornak irodája volt az MSZP köztársaság téri székházában. Csonka Gábor, mint kampányfőnök vett részt ezeken a megbeszéléseken, és így is írta alá azt az emlékeztetőt, illetve megállapodást, amely a vita részleteiről szólt. Mi úgy vettük észre egyébként, Németh Zsolt kampánystábjának a tagjai, Németh Zsolt kampánystábjának a tagjaiként, hogy Csonka Gábor jelentős szerepet vállalt Lendvai Ildikó kampányában, mint kampányfőnök. Lendvai elismerte, hogy Csonka Gábor vezette a kampányát, ám a politikus asszonyt nem rántotta magával az ügy. Ismerem őt azóta is, nem magánkapcsolatban állunk hogyan, de onnan ismerem, hogy Csonka Gábor résztulajdonosa vagy tulajdonosa, ezt nem tudom pontosan, egy olyan cégnek, amely nyomdatermékeket, reklámtermékeket állít elő és PR tevékenységgel foglalkozik. Voltak éppen ezért is bízta meg a kerületőt annak idején, többek között a kampányszervezői tevékenységgel. Nos, ez a bizonyos cég, ez gondolom 10 éve, de lehet, hogy több éve nyomtatja a frakció hírlevelet is. A sztoriba Kékesi Tibort is bele akarták rángatni, aki mentegetőzött. Egy közszereplő számára, egy politikus számára nehéz a helyzet, hiszen könnyen hírbe hozzák, mindenki ismeri, könnyen hírbe hozhatják, és lám-lám így utólag kénytelen magyarázatot adni vagy védekezni az ügy ellen, de az kétségkívül igaz, hogy egy politikus vállalja, amikor erre a pályára lép, hogy ilyen atrocitások érhetik. Meg tudom ismételni, erősíteni azokat a korábbi nyilatkozatokat, amiket tettem. Én sem magát az ügyet, sem az ügynek egyetlen egy szereplőjét nem ismerem, nem tudnám beazonosítani, és remélem a jövőben sem találkozom ezekkel a személyekkel. Csonka végül elvitte a balhét. Másfél évet töltött a rács mögött, bár jogerősen 3 év szabadságvesztésre ítélték. 2009-ben engedték feltételesen szabadlábra. Hiába, a jó magaviselet fontos. A szocik nagyon nyerni akartak 2002-ben. A kampány alatt Lendvai Ildikónak osztották azt a szerepet, hogy védje a mundér becsületét és tolja a hamis infókat. A nem lesz gázár emelés azóta is része a politikai folklórnak. 2002-ben már Orbán Viktor miniszterelnök is arra figyelmeztetett, ha a szocialisták kerülnek hatalomra, drasztikusan megnő a gázára. Később Áder János alelnök színvallásra kérte az MSZP-t. A szocialisták választási győzelmük után azt állították, hogy a vereség miatt a Fidesz bepánikolt és össze-vissza beszél. Lassan mondom, hogy az ország minden választópolgára megértse. Megértse Orbán Viktor is. Nem lesz tandíj. Lesz viszont alacsonyabb diákhitelkamat. Nem lesz fogyasztói gázáremelés. Lesz viszont rezsitámogatás és magasabb családi pótlék. Gázáremelés, vizitdíj, napidíj. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök egy nagy gyűlésen magyarázta a reformot. A gyurcsányi propaganda ütött egy sajtótájékoztatón is. Nem lesz lakossági gázáremelés, nem ezt mondtuk? Lett? Lett lakossági gázáremelés? Lett lakossági gázáremelés? Akkor újra kérdezem tőle. Lett lakossági gázáremelés? Ön mit állít? Nem lett lakossági gázáremelés. Köszönjük szépen. Később Lendvai Ildikó arra kényszerült, hogy mea culpázzon egy nagyot. Szegénykém, olyan kis naív volt. Amikor például azt mondtam még 2002-ben, hogy nem lesz gázáremelés, elhittem azt, áltattam magam vele, de mégis hazugság lett. És ebben nem az a legnagyobb baj, hogy elhittem, hanem az még nagyobb baj, hogy azt is elhittem, hogy jó lenne, ha sose lenne gázáremelés, hogy jó lenne, ha továbbra is az én gázszámlámlat is mások fizetnék meg. Nem lesz gázáremelés, a számot figyelje, stb. Nem is volt másfél évig. Én voltam a hülye, hogy nem tettem hozzá annak idején, hogy addig, amíg így marad a világpiaci gázár. Talán nem is hangzott volna ilyen jól a mondás, mint hogy figyeljék a számot. Kétségkívül
rosszul csináltam, el is szoktam ismerni, és nem megyek most bele, hogy milyen kontextusban hangzott el, hogy előtte azt mondták, hogy mindjárt másnap háromszorosára emeljük, nem érdekes, nem is rólam van itt szó. Egyszerűen arról van szó, hogy meg kellett mondani, hogy lesz, aki többet fizet. Én nagyobb tisztességtelenségnek tartottam volna, ha nem mondjuk meg, holott, nagyjából harmadjára mondom el ebben a blogban, szerintem sem jó, hogy összemosódott két gondolat. De el kellett mondani mind a kettőt. Lehet, hogy rossz jelszóval, de meg kellett mondani, és ezt szociális irigység bújtogatásának nevezni szerintem tévedés. Aki Ron Werber kampányának arcául szegődik, az ne sírjon. Emlékeznek még az MSZP sálas női komandójára? Na de, haladjunk tovább! Lendvai a Medgyessy kormány és a beválthatatlan ígéretek idején, mint az 50%-os béremelés és a 13. havi nyugdíj az MSZP frakcióját vezette. Ildikó mindezt úgy hálálta meg, hogy az akkori hírek szerint nem kis szerepet játszott Medgyessy Péter hátba szúrásában, azaz leváltásában. A miniszterelnök jelölt állító kongresszuson vehemensen bizonygatta Fletó ellenjelöltjének, Kiss Péternek az alkalmasságát. Majd befutott miniszterelnökként Gyurcsány Ferenc, a következményeket mindenki ismeri. Hűség a néphez, hűség a párthoz. Lendvai Ildikó mindvégig ez utóbbit választotta, cserébe maradhatott frakcióvezető. Gyurcsány Ferenc lelkes támogatójaként akkor sem remegett meg a keze, amikor nyilvánosságra került a kormányfő őszödi beszéde. Tyúkanyóként egyben tartotta a frakciót. Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségein, hogy azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a Magyar Szocialista Párt és a liberálisok közös kormányzása valaha is megteszi. És közben egyébként nem csináltunk semmit 4 évig. Semmit. Nem tudtok mondani olyan jelentős kormányzati intézkedést, amire büszkék lehetünk azon túl, hogy a szarból visszahoztuk a kormányzást a végére. Semmit. Ha el kell számolni az országnak, hogy mit csináltunk 4 év alatt, akkor mit mondunk? Van, kell még majd mondanom, Ildikó? Nem. Gyurcsány Ferenc így köszönt el a hallgatóságtól, hogy kell még valamit mondanom Ildikó, és közben lepillantott Lendvai Ildikóra. Hát ez a mondat a pestisrácok.hu egyik tétel mondata, és az én személyes kedvencem is, úgyhogy a bemutatkozásban ez szintén szerepel, mint amikor cikkeket írunk, hogy kell még valamit azzal kapcsolatban elmondanunk. Hogy mekkora hazugság a régi, jól bevált hűség a néphez, hűség a párthoz szlogen, arra legjobb példa maga az öszödi beszéd. Ha Ildikó frakcióvezetőként és hithű szocialistaként a nép érdekeit nézi, 2006 őszétől Gyurcsány nem miniszterelnök, de ő és a frakció a pártot és az Audi kulcsot választották, és felháborodtak a nép reakcióján. De nem feledkezhetünk meg a Cuslág ügyről sem. A Bács-Kiskun megyei ügyészség különösen nagy kárt okozó csalással gyanúsította Cuslág Jánost és társait. Cusi első útja Lendvai Ildikóhoz vezetett. A politikust és 6 társát alapítványoknak nyújtott állami pénzek szabálytalan felhasználása miatt gyanúsította meg a hatóság. 2007. szeptemberét írtuk, amikor nagy lendülettel befutott a képviselői irodaházba Cusi. Nem ez volt az első balhéja. Emlékeznek még az antifasiszta megemlékezésen mondott antiszemita kijelentésére? Hideg van? Hát gondold el egyébként, hogy ebben az időszakban milyen hideg volt szegény embereknek. Micsoda? Gondold el, hogy ebben az időszakban milyen hideg. Jánosom. Te sofőrre jöttél be? Olyan, és milyen autóval? Cuslág akkor lemondott az országgyűlési képviselői mandátumáról, de maradt Bács-Kiskun megyei elnök. De vissza az ügyhöz. Cusiék pályázati pénzeket nyertek, amelyeket nem arra fordítottak, amire kellett volna. Hamis számlákat gyártottak.
A nyomozás már folyt, Jánosunk pedig a frakcióvezető asszonytól várt segítséget. Nem rendelt be a frakcióvezető asszony engem, mint a Magyar Szocialista Párt Bács-Kiskun területi szövetségének ügyvezető elnöke, beszélgettem a frakcióvezető asszonnyal. Miért nem volt itt az elnökség akkor, hogyha mint megyei? Hát mert én egy személyben voltam bent, beszélgettünk több mindenről, nyilvánvaló módon önöket az érdek, hogy beszélgettünk-e a folyamatban levő eljárásról, természetesen erről is beszélgettünk. Én elmondtam, hogy az ügyben nem történt bűncselekmény, nincsen sem cuclágügy, sem illegális finanszírozási ügy, sem illegális pártfinanszírozási ügy. Szerintem egyszerűen arról van szó, hogy a dolgot úgy kell fölfogni, mintha egy cégnél az APEC a számlákat ellenőrzi. Itt, ha jól értelmezem, ezeknél az egyesületeknél a ügyészség ellenőrzi ezeket a számlákat, és emiatt sokkal nagyobb a mi ide a felhajtás, de én azt gondolom, hogy a dolog tisztázódni fog. Milyen gyakran? 60 millió forintos ügy van, tehát az azért nem egy kicsi tétel egy számlának. Nem, részleteket én nem tudom, én azt tudom mondani, hogy nyilvánvaló módon az ügyben nem történt szerintem bűncselekmény, nincsen cuclágügy, és azt gondolom, az egyesületek fogják tudni tisztázni ezt a dolgot. Frakcióvezető asszony is ezt gondolja? Nézd, kérdezzem meg frakcióvezető asszonyt. Én tájékoztattam arról, hogy mi a helyzet, és tájékoztattam arról, hogy ez ügyben szerintem nem történt bűncselekmény, és a dolog tisztázódni fog. A helyettes államtitkár, a korábbi ifjúsági helyettes államtitkár azt nyilatkozta, hogy önök többször egyeztettek Gyurcsány Ferenc irodájában, ezek az egyeztetések, ezek megtörténtek? Nézze, a büntetőjárási szakaszában én ennél többet önöknek mondani nem kívánok. Szóba került esetleg a mostani megbeszélésen, hogy milyen politikusokat ránthat úgymond magával? Én még egyszer mondom, miután az ügynek terheltje vagyok ebben a pillanatban, az ügy érdemi részletei, illetve nem kívánok önnek nyilatkozni. Nem rendeltem be, ő kért tőlem egy találkozót, hiszen itt dolgozott valaha ebben a házban. Elmondta nekem némely egyéb helyi közérdeklődésre nem igen számottartó kérdés mellett, hogy hogyan is áll ő a saját most folyó nyomozati ügyéhez. Elmondta, hogy nem tartja magát vétkesnek, hogy úgy érzi, hogy nem terheli semmi olyan bűn, amiért ő komoly lelkiismert furdalással tartozna. Természetesnek tartottam, hogy ezt elmondja, hiszen ismerjük egymást. Valaha munkahelyi főnöke voltam frakcióvezetőként, ha úgy tetszik. Tehát akkor ez tulajdonképpen egy ilyen emberi megkeresés volt, hogyha úgy tetszik? Mert ugye nyilvánvaló, hogy... Milyen lehet más? Hát például párt vonalon kereste meg, most ennek nagyon csúnya kicsengése van ennek a szónak, hogy párt vonalon, de hát akkor ezek szerint ez inkább ön úgy értékeli, hogy egy magánjellegű megkeresés volt. Párton belülről ismerjük egymást, szóba került egy-két Bács megyei ügy is, de nyilván a beszélgetésünk lényege az ő mostani helyzetére vonatkozott. Cuslág úr egyébként tett valamiféle olyan kijelentést, amit mondjuk eddig a média nem ismerhetett, vagy, és ön mennyire adott hitet mondjuk a Cuslág úrnak a szavának, tehát ön hisz abban, hogy ő gyakorlatilag nem vétkes az ügyben? Óriási politika hiba volna, ha én most bármit minősítenék az ő ügyéről, vagy nem ügyéről és helyzetéről, hiszen ha egy politikus véleményt mond egy már az igazságszolgáltatás és a nyomozás kezében lévő ügyről, akkor saját véleményéből, véleményével óhatatlanul abba a látszatba kerül, hogy befolyásolja ezt a folyamatot. Ettől távol állok. Ennek a folyamatnak végig kell mennie, legyen szó akár szocialista, akár nem szocialista politikusról, akár bármilyen emberről. Végül bevarták Cuslágot, elvitte a balhét, nem tudták megmenteni. Most tartunk egy kis szünetet, és ezzel jövünk vissza. Nem fogom egyedül kimosni a függönyt és a közös szennyesünket sem. Fel a fejjel, magyar baloldal! Nem volt belső áruló a szocialista képviselők között. Ha-ho, este 6 után már nem eszünk. Vissza a tévé elé! Már itt is vagyunk. A húsos fazék még 2010-ig kitartott. Bele is rokkant az ország. Az MSZP-SZDSZ koalíció recsegve, ropogva, így vagy úgy, de végig küszködte a 4 évet. És frakcióvezetőként Ildikónak ebben elévülhetetlen érdemei vannak. Például egy-egy költségvetés megszavazásakor ugyanis egy-két kiszavazás is elég lett volna ahhoz,
hogy meginogjon az MSZP-SZDSZ kormányzati pozíciója. Lendvai frakcióvezető asszony akkor így fogalmazott a nyomtatott sajtónak. Idézzük. Bizakodásomnak két oka van, a múlt és a jövő. Korábban sosem történt kiszavazás a frakcióban, még a költségvetéseknél sem. Pedig akkor előfordult, hogy néhány képviselőnek a saját érdekei ellenében kellett megnyomnia a gombot. A mostani döntésnél minden képviselő tudja, hogy az előrehozott választás lehetősége szerepel a mérleg másik serpenyőjében. Ha vannak is egyeseknek sérelmei, egy dologban minden épelméjű szocialista képviselő egyetért. Nincs olyan baloldali kormány, amelynél Orbán Viktor országlása jobb lenne. Arra is kíváncsiak voltunk, miért nem lett Lendvai Ildikóból soha kormánytag. Annak az oka, hogy Lendvai Ildikó soha nem vállalt kormányzati pozíciót, a Magyar Szocialista Párt felépítésében és Lendvai Ildikó egyéniségében rejlik. Ez a párt a fénykorában a Magyar Szocialista Párt a 90-es években a belső hatalom megosztás elvén nyugodott. Ezért volt, hogy voltak különböző frakciók, voltak másként gondolkodó emberek, akiket különböző platformokban egyesítettek, és ezek a platformok alkalmi szövetségkötései építették fel a Magyar Szocialista Párt legfőbb döntéseit. Ebben Lendvai Ildikó kezdettől fogva meghatározó személyiség, később kulcsszereplő. Ami pedig az egyéniségét illeti, Kis Péterhez hasonló Lendvai Ildikó is inkább háttérember, azzal együtt, hogy egy időben Rivalda fényre lépett, de mégis távol esik tőle a kóros önszereplésnek az a fajta, amivel Gyurcsány Ferenc szeret villogni a nyilvánosság előtt. A Gyurcsányféle 5 éves álmokfutás idején bekövetkezett drasztikus népszerűségvesztést nem vette magára. 2009 áprilisában az MSZP elnökévé választották. Nem fogom egyedül kimosni a függönyt és a közös szennyesünket sem. A pártegység érdekében kötötte egy 3 fős ügyvezető elnökség felállításához Lendvai Ildikó, hogy elvállalja az MSZP vezetését. A párt élére a régi elit került. Lendvain kívül az ügyvezető testület tagja lett még Kis Péter és Szekeres Imre is. Az új pártelnöknek az is a feltételei között szerepelt, hogy Gyurcsány Ferenc legyen az MSZP párt alapítványának és pénzosztó háttérszervezete, a Táncsics alapítvány elnöke. Így már nem tartott a szakadástól. Persze, voltak és lesznek is vitáink. Ismerjük egymás képességeit és egymás hibáit is. Ahogy egy tartós házasságban mondták a felek, 20 éve vagyunk házasok, és még sosem gondoltunk válásra. Emberölésre arra igen, de válásra nem. Gyurcsány Ferencet nem kellett megölni. Lendvai szerint a bukott pártelnök miniszterelnök politikai értelemben inkább öngyilkos lett. És végül, amikor már nem volt mivel fűtened a gépezetet, inkább magadat gyújtottad lángra, csak hogy tovább menjen a hajó. Új s új vizekre, ahogy szereted. Szép út volt, kapitány. Köszönjük, kapitány. És igen, igen, csak azért is igen, továbbra is igen, kapitány. Gyurcsány Ferenc megnyugtatott mindenkit, marad az MSZP-ben. Sokat biztattak arra az elmúlt hetekben, hogy itt az idő új politikai formációt alakítani. Ez dőreség lenne. De ez egy másik történet. Már feldolgoztuk. Végül elhagyta az MSZP-t. A Magyar Szocialista Pártban Lendvai Ildikó nagyon régóta az egyik fő királycsináló, még ha nem is látványos a szerepe. Ebben a szerepében persze a Gyurcsány korszak óta nagyon megroppant. Gondoljunk bele, micsoda hatalom, még a kormányzati pozícióiban is vagyunk, amikor Lendvai Ildikó egy tévéelnöki aspiránsnak nyíltan megmondja, hogy őt fogjuk támogatni. Nyilván meg kellett beszélni, egyeztetni kellett, de hogy Lendvai Ildikó kezében nagyon komoly hatalom összpontosult hosszú-hosszú éveken át a színfalak mögött, ez nem kétséges. Királycsináló akart lenni, sőt tulajdonképpen az is, mondhatjuk, hogy az volt a pártban, királycsináló volt, csak akit ők királynak kineveztek és királynak felhatalmaztak, hogy választottak, az aztán bebizonyította magáról, hogy alkalmatlan erre a szerepre, és megbukott egytől egyig, ugyanez igaz például Gyurcsány Ferencre, aztán később Bajnai Gordonra. És eljött 2010. A gyurcsányi balhék ellenére nagy visszatérésre számított az MSZP, íme a kampánynyitó rendezvény.
forró teát tessék jönni, inni. Ingyen van. Ingyen van. A kampányító résztvevői először a védőitalért, majd a biztonsági ellenőrzésért álltak sorba. Menjetek el a mi a gond? Az ellenzéki sajtóval ellentétben Gyurcsány Ferencet és utódját, Bajnai Gordont dübörgő taps fogadta. Eljöttek, akik a kormányzat felelősségét vállalták. Itt van Bajnai Gordon. Bajnai és Gyurcsány nem kért szót, helyettük az MSZP elnöke adta meg az alaphangot. Lendvai Ildikó a Fideszre utalva arról beszélt, a nemzet önbizalmát pusztítják azok, akik zárójelbe teszik az ország elmúlt 8 évének teljesítményét. Van miről és van kinek. Fel a fejjel, magyar baloldal! József Attila még szebben mondta, ő azt mondta, fel a szívvel. Nos hát, fel a fejjel, fel a szívvel, felvessük a kesztyűt. Az ismét hazai pályán politizáló Kovács László már kesztyűs kézzel lépett színpadra. Lendvai Ildikóhoz hasonlóan ő is a baloldali értékek hangsúlyozásával próbálná visszacsalogatni az MSZP kiábrándult szavazói. A közjóért munkálkodó volt pártelnök nem hagyná ki a választási kampányból a szembesítés sem, és mérlegre tenné az Orbán kormány, valamint az utána következő szocialista kormányok teljesítményét. A korrupciós botrányokért viselt politikai felelősséget Mesterházi Attila igyekezett széteríteni. Ezzel egyszer mindenkorra le kell, hogy számoljunk. Azokból az esetekből, amik az elmúlt 20 évben történtek, minden politikusnak tanulnia kell. Mi egészen biztosan meg fogjuk tanulni a leckét. Hiszen a Magyar Szocialista Pártnak nagyon sok kárt okoztak ezek a botrányok. Nagyon sokan fordultak el tőlünk azért, mert azt gondolták, hogy mi nem teszünk ez ellen semmit. De ez nem igaz. A szocialista miniszterelnök jelölt a Fidesz szlogenjére célozva azt mondta, szerinte az hoz majd valódi változást, ha a politikusoknak nem a zsákmányszerzés, hanem a társadalom szolgálata lesz a célja. Bármilyen meglepő, a 2010-es kampányban ismét előhozta a gázársztorit Lendvai Ildikó. Elképedve hallottam, hogy még mielőtt megtörtént volna a szolgáltatók ajánlattétele, valaki, akinek az asztal másik oldalán kellene ülnie, eleve bemondja, hogy ő milyen emelést tart reálisnak. Nem feltételezek rossz szándékot, de hát ez ilyenkor burkolt invitálása az áremelésre. Ilyet az az ember, akinek az a dolga, hogy őrködjön azon többek között, hogy az ellátás biztonságban legyen és az árak reálisak legyenek, ilyet nem lehet tennie. Hogy hogyan kell az energiaárakat alakítani, ebben én nyilván nem vagyok szakértő, nem is kedvenc témám a gázár, mint tudja. Annyit mindenképpen szeretnék mondani, hogy megkérdeztünk MSZP-s szakpolitikusokat, ők nem látták indokát ekkora emelésnek, de ebben ne politikus beszéljen bele, ezt döntsék el a szakemberek. Szakemberek viszont ne kövessenek el olyan hibát, hogy mint egy előre invitációt adnak a gázáremelésre. Még egyszer mondom, a mi általunk megkérdezett szakértők szerint erre sem indok, sem szükség, sem lehetőség nincsen. És az összödi beszédről is elmondta véleményét. Egyet tudok, és ez már részben megnyugtat, hogy a titkosszolgálatok vizsgálatát lezáró jelentésben a sajtótudósítások szerint az van, hogy nem volt belső áruló a szocialista képviselők között, mert nem arról volt szó, hogy valaki egy kalózfelvételt készített volna abban a bizonyos összödi teremben. A hivatalos és legális felvételt lopta el, vagy másolta le később valaki. Persze, hogy szeretném tudni, hogy ki volt az, de ezek szerint nem kiszivárogtatásról, hanem a hivatalos felvétel későbbi eltulajdonításáról volt szó. De akkor már minden mindegy volt, mert jött az első Fidesz kétharmad. Sok olyan tényező volt tehát egyértelmű, amely miatt a választópolgárok úgy gondolhatták, hogy lefutott az első fordulóban az országgyűlési képviselő választások egésze. A kormányzástól búcsúzó MSZP szóvivője még a részeredményeket se ismerte, amikor az alacsony részvétellel magyarázta a Fidesz kétharmados győzelmét. Budai Bernadett az ellenzéket is okolta pártja súlyos vereségéért. Szerinte a Fidesz negatív kampányt folytatott a két forduló között.
Arról nem tett említést, hogy a helyi választási bizottságok sorozatban minősítették megtévesztőnek az MSZP propaganda anyagait. Lendvai Ildikó pártelnök már az eredmények ismeretében állt a sajtó elé. Az MSZP vezetése vállalja a felelősséget, és levonja az ilyenkor szükséges politikai konzekvenciákat. Ezt teszem én is. Lemondok pártelnöki tisztségemről, és az elnökség is felajánlja lemondását a kongresszusnak. Az elnökség május végére, június elejére összehívja a párt kongresszusát, én eddig töltöm be pártelnöki tisztségemet. Az MSZP már a választás estén a tisztújításra készült. És jött a fiatalítás. A nagy buktát igyekeztek a fiatalok az öregek nyakába varni, és arra biztatni őket, lépjenek folyamatosan, mint hátrébb és hátrébb. Meg is lett az eredménye. Emlékezzünk, mekkora fogás lett az MSZP-nek 2010 után Tóbiás, Kunhalmi vagy Újhelyi. Az MSZP tisztújító kongresszusán júliusban megválasztották Lendvai utódját, Mesterházi Attila személyében. Ildikó 2010 után lassan kikopott a döntéshozó testületekből. Frakcióvezető helyettesként tevékenykedett még 4 évig, de ez már a leszálló ág volt. 2013-ban bejelentette, a választásokon többé már nem fog indulni, és végleg kiszáll a parlamenti munkából. De demonstrációkra lelkesen járt. Schmidt Pál lemondását is hangosan követelte a plágium gyanú miatt. Az államfő távozását sürgették a tisztújító kongresszusra érkező szocialisták. Már az országgyűlés előtt volt az a határozati javaslat, amelyben az MSZP kimondaná, hogy Schmidt Pál méltatlanná vált tisztségére. 2006-ban az összödi beszéd kiszivárogtatása után a szocialisták nem adtak be hasonló tartalmú dokumentumot Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök ellen, sőt akkor sem, amikor felmerült, hogy Sógora szakdolgozatát másolhatta le. Lendvai Ildikó volt pártelnök, megpróbált különbséget tenni Medgyessy Péter ügynök múltja, az összödi beszéd és Schmidt Pál doktori értekezésének megítélésében. Medgyessy Péter a maga múltját még a választás előtt egy interjúban elmondta, legfeljebb nem keltett figyelmet, hogy Gyurcsánnyal mi történt, az meg az összödi beszéd kiszivárgása óta nyilvános volt. Tehát nem meglepetésekről volt szó. Ráadásul Gyurcsány esetében végül egy bizalmi szavazással döntött a parlament. Abban a két esetben könnyen lehet, hogy kormányválság lett volna, ha a miniszterelnökök lemondanak. Itt ilyen válság nem fenyeget, köztársasági elnököt a kétharmad bármikor jelölhet, és azt hiszem, hogy találhat itt, és itt a válság akkor fenyeget, hogyha elhúzódik a lenemmondás. Lendvai Ildikó szocializációja az a közös tenni akarás szocializációja, amiben ő felnőtt, az a 68-as új baloldal, Magyarországot éppen meglibbentő szele, az egykori építőtáborok, gitározó könnyelműsége, a Vietnám ellenes államilag dotált és támogatott tüntetések, az amerikai követség előtti 43 KISZ aktivista által szervezett jamborik. Ez az a világ, ami honnan Lendvai Ildikó érkezett, és szerintem ő nagyon örül annak, amikor mostanában a Narancs diktatúra idején ő ismét aktivizálhatja magát az utcán, mert visszajön az ember fiatal, akkor ez ilyen egyszerű. Hát ez nagyon jó kérdés, hogy Lendvai Ildikó okos-e és ravasz-e. Hát tulajdonképpen mindkettő, csak tényleg olyan bűnöket követtek el, hogy ezeket a jelzőket rájuk lehet aggasztani, és Lendvai Ildikóra is, mert azt tényleg nem lehet rámondani, hogy egy buta asszony lenne, nyilvánvalóan van esze, és megvan a magához való esze, ugyanakkor tényleg olyan bűnöket követtek el itt az MSZP házatáján és az országban is, amelyek után hát azért pozitív jelzőket én semmiképpen nem tudnék aggatni Lendvai Ildikóra és más MSZP-s politikusokat, legalábbis nagyon kéne törnöm a fejemet, hogyha pozitív jelzőt kéne rájuk találnom. Lendvai Ildikó minden kormányellenes tüntetésen megjelenik, és az utóbbi években rendszeresen publikál a Népszavában és más lapokban. Mindig azt hiszük, hogy ennél már nincs lejjebb, tegnap is azt hittük, ma reggel meg tudtam, hogy van lejjebb az eddigieknél is. A fizikai megfélemlítés módszerét eddig még nem tapasztaltam, de nagyjából olyan
történelmi emlékeket idézve, mint a fehér terror különítményesei. Ha egy hatalom ehhez nyúl, ehhez a módszerhez, akkor vagy nagyon fél, vagy nagyon gátlástalan. Ez a hatalom most mindkét jelzőre jogos. Televíziós szerepléseket is vállal. Kálmán Olgához is eljött a Hír TV-be, ahol az ország versenyképességéről beszélt, meg a Nemzeti Bankról. A kormány egyelőre még biztos nem olvasta el, mert akár mostani költségvetés nézve éppen ellenkező irányba tart azokhoz a, hát amúgy szép, de kérdés, hogy megvalósítható célokhoz képest, amik ebben a 180 pontban egyébként nem helytelenül benne vannak. Az egyik legfontosabb, amit ír a Nemzeti Bank szakértő gárdája, hogy a humán tőkébe kell beruházni, tehát oktatásba, egészségügybe, gondolom, én még hozzátenném a szociálpolitikát is. Hogy valami jót is mondjunk, Lendvai nem volt köthető egyetlen területi vagy üzleti lobby csoporthoz sem. Korrupciós ügyben sem merült fel a neve, csak kampányfőnöké. Magánéletét nem teregette ki, és nyilatkozni nagyon szeretett. Néha angolul is. Don't you think that the presence of parties harms to the issue? Minket, akik próbáljuk nevelni, tanítani. Yes, I see the opposition's party are on the side of the Soros, of course. I am from the Hungarian Socialist Party, and our party has invited our members and so on. A nagy karriert befutó Lendvai Ildikótól a régi szép időkre való tekintettel ezzel a számmal búcsúzunk. Legközelebb egy újabb főhőssel várjuk Önöket. Viszlát!